Hol az ördögben van a medál? Nézd, Harry. Bármi is az ráér később. Semmi nem ér rá később. Nem az alkalmazottad vagyok, rendben? Ha nem bízol abban, hogy elvégzem a munkámat, felesleges vagyok. Hát akkor menj el! Gyerünk, menekülj el! Folyton ezt teszed! Én nem menekülök, öreg. Csak megszabadulok tőled. Ébredj fel, Alex! Én vagyok az, aki húzza itt az igát. Persze, mintha én a lábamat lógattam volna. A világ nem tartozik neked semmivel, én sem. Igen, és miért? Mert én nem vagyok Ryan? Alex, nyugodj már meg! Ez alkalommal mit mondtál neki? Felejtsd el! Vissza kell szereznem a medált. Szuka! Mi a fenéről beszélsz? Állj meg! Látod ezt a helyet? Pont itt volt. Talán leesett valahol. Nem, biztosan ellopta. Itt melegítette a teát. Nem látom tűznyomát, itt egy ideje nem égett tűz. Figyelj, tudom, mit láttam. Ez az a hely, itt ült a nő. A fiad kisétál az életedből, és te egy vacak medál miatt izgolsz. Harry és én nagyon mások vagyunk. Vagy ugyanolyanok. Talán így a legjobb. Igen, az biztos. És mi a terved? Fogom a cuccom, és visszamegyek Vilgálba. Ez remek ötlet. Te kihozhatsz valamit a helyből. Ez alkalommal nem. Hogy érted? Nos, maradok, amíg ki nem találom, mi legyen, és lelépek. Mi az, hogy lelépsz? Talán elmehetnék Queenslandbe. Nem is tudom. Ezt nem teheted. Nincs választásom. Ez butaság lenne. Olyan butaság, mint amit én követnék el. Adj magadnak időt, gondold át. Stevie, átgondoltam. Elmegyek. Nem mondom, hogy nem kockázatos. Nem mondod. Ez Terry megélhetése. És egyben a kampányod hitelessége. De ez a kampány nem a tehervonatokról szól. Tudom, de állást kell foglalnod. Állást kell foglalnod a védett épületekről és az úszodáról. Amivel én egyetértek. Ha csak nem a parkban akarják, mert akkor ellenzed. Mert Harry akarja oda. Bingo! Ez a politikád. Nem ugrálhatsz az irányelveid között. És a Terry csődbe megy. Most boldog vagy? Mi történt? Beszéltem néhány sofőrrel. Nem jönnek ide, amíg meg nem gondolod magad a vonatokra. Mi? Ez zsarolás. Próbálják megtartani az állásukat. Luke, megértem az aggodalmat, akkor de... csinálj valamit, ezt mondod nem, meg magad. De ugyan már, Luke, elég volt, rendben? Van még ebben az országban olyan, hogy szólásszabadság, igaz? És talán nem értünk egyet azzal, amit megmond, de joga van azt mondani, amit akar. Köszönöm, Terry. Ami nem jelenti azt, hogy rád kell szavaznunk. Na gyere, sok dolgunk van. Figyelj, Jody, ha nem akarod megcsinálni, én boldogan átveszem tőled. Ne aggódj, oké? A nagy pacák az enyém. Ez egy 700 kilós állat. Nem hiszem, hogy jó ötlet lenne megijeszteni azzal. Segíteni akarsz, vagy lenyűgözni? Na gyere, ideje ráncba szednünk Nagy Sándort. Annyira szép leszel a végén. Le tudnád ezt említeni, Kate? Jaj, bocs! Kösz, két! Vigyázz, hova locsolod! Akarod, hogy leöblítsem, vagy sem? Hé, az az én balzsamom! Igen, jó kis tudsz, ha? Jézus, örülök, hogy nincs hosszú kar. Ma a körömlakom elég drága. Habár körmei vannak. Eszedbe ne jusson, Jody! Na jó, már kellőképpen eláztam. Remekül néz ki. Igazán vonzó. Tányha és köröm kalauza klasszikus. Lesöpörjük az ellenfelet. Érzem, hogy így lesz. Hé, Jody, figyelj, van valami, amit... Rengeteg munkám volt már, de egyet sem imádtam annyira, mint ezt. Ez most más, és tudod miért? Miért? Mert Alex bízott meg engem a munkával. Nem hagyom, hogy csalódjon. Jody... És ez nem ment volna a barátnőm nélkül. Annyira köszönöm. Igen, nincs mit, máskor is. Ideje meglesnem Sandra bikáját.
Azt hittem, én azért küzdök, hogy megszűnjön a vandalizmus a környékünkön. És hirtelen azt veszem észre, hogy vonatokért, úszodákért, és ki tudja, miért harcolok. Ez a politika. Igen. Ebből elég volt. Hogy mondod? Elegem volt. Én visszalépek a jelöléstől. Értem, nem muszáj megtenned. Nem érted. Most önző vagyok. Olyan dolgok mellett érvelek, amikkel nem értek egyet. Ez biztos. Így harcolhatok azokért az elvekért, amikben hiszek, és csak is azokért, amikben hiszek. Ami ránk fér, megadja Ponter független jelöltetként. Hát egy dolog volt biztos. Az élet sokkal csendesebb lesz erre. Nincs semmi esélyed, Bajti. Van egy szép billogjuk számodra egy nagy L betűvel, L mint loser. Pont itt. Jody. Szia, Sandra. Mit keresel itt? Semmit, én nem akartalak megzavarni, csak... Fürkészed az ellenfelet? Igen, lehet. De ők mindketten a Tibikáitok, úgyhogy nincsenek is egymás ellen. Igen, mi is így gondoljuk. És mi a szakértő véleményed? Hát nem rossz, de az én bikám, vagyis hogy Alexé, a másik bikátok verhetetlen. Majd meglátjuk. Meg kell, hogy mondjam, remekül kezeled a dolgot. Dolgot? Más lány elküldte volna a francba Alexet. Nincs humorérzékük. Nem úgy, mint neked. Mi is van velem? Szerintem mindent tudsz a bírákról, gondolom. Szexista. Rosszabb, mint egy szexista. Szőkista. Ne haragudj, Jody, én el akartam mondani. Remek, szóval te végig tudtad? Nem. Ha odaálltam volna a karámban egy jól fésült marhával, amikor mindenki tisztában van ezzel, kinevettek volna engem a hátam mögött. Nem nevettek volna ki, ez az állatokról szól. Nem, ez egy szépségversenyről szól, és a munkáról két, amit belefektettem. Nem akarok olcsó Marilyn Monroe utánzat lenni. Neked kell felvezetned. Nem, Jody, nem. Két, te sokkal képzettebb vagy nálam. Láttam, ahogy dolgoztál a bikával, képes vagy rá. Mégiscsak egy hajszín vagyok Alex számára. Neked kellett volna foglalkoznod vele.